Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható ez a kulcs, és utal az ő magabiztos fellépésére. Ő használni fogja ezt a kulcsot, hiszen valamit lezár. Egy időben kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek, tehát nyitott arra, hogy legyenek változások. A medve azt jelenti a kulcs mellett, hogy megvan ez a magabiztos fellépés, kimutatja az élet elejét, be tudja bizonyítani magát. Persze, ez a medve lehet egy személy a környezetében, akinek szava van, aki diktál számára valamit, előírja, hogy mit kellene tennie. És akkor ő ezzel a kulccsal lezárja ezt a kapcsolatot, és meg lesz a magabiztos fellépése, hogy ő saját maga fog döntéseket hozni. Hogyan érzi magát? Itt útban van hozzád, és a sors utatok kereszteződik. Döntéseket fog hozni, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Nagyon barátságos lesz veled, és megbízik benned. Abban is, hogy hűséges vagy hozzá. És mit fog tenni? Ő áll itt a középpontban, őhoz bizonyos döntéseket. Itt ezzel a kasszával lezárul valami. Ez lehet kapcsolat, vagy egy bizonyos helyzet. A kassa jelent meglepetéseket is, egy olyan pillanatban érkezik oda hozzád, amikor nem is számítasz erre. Mi fűz össze benneteket? Itt a ház jelenti a biztonság érzetét, az alapokat, és ezeket az alapokat most kiépítitek. A ház azt is jelentheti, hogy útban van hozzád, lesz egy látogatás. Lehet egy meghívás is, vagy olyan hirtelen hoz döntéseket, és az az elképzelése, hogy összeköltözzetek. Vagy a munkát illetően jelentheti a ház azt is, hogy otthonról dolgoztok, vagy szeretnétek valamit közösen kiépíteni. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.